Jó estét, hölgyeim és uram, itt Karvaj, ismét egy kis World of Tanks-szel, elnézésre vagyok rekedve, de egy húzamban veszek fel jó sok hüttét, mert ilyenkor van időm csak. Szóval, E2-es Sherman, TR7-es ütközet, Ruinberg, nehéz tank balansz, meg volna pipa, és szakasztásom pedig Csőrike a TR6-os legidegesítőbb tüzérrel, az FP304-jel. Ugye 9 másodperc alatt ez vagy 10, valahogy így olyan gyors, mint egy Hellcat, és borzasztó, borzasztó. Mindegy, E2-es Sherman, ki van fullozva minden, és alapvetően itt én vagyok a nehéz tankunk, tehát az AR-44-et leszámítva, nekem van a legjobb frontpáncertom a csapatban. Ami azért elég vicces. Tudok, hogy az AR-et be lehet lőni toronyból bármikor, illetve van egy elég gyenge alsólemeze, bárminek nincs. Az E2-esnek nincs, annak nem nagyon van gyenge alsólemeze. Alapvetően ami nem lövő be a felsőmet, az nem lövő az alját se. A géppuskálásomat kell lőni frontba, hogyha nem tudnak máshol beütni. Vagy nem tudnak úgy általán bárhol beütni. Mindegy, kijöttem a mezőre, hát ha lesz itt lőnöm, esetleg tolnyozok vagy ilyesmi, nem a spot. Városban nem akartam menni, mert ott mégiscsak rengeteg a nehéz tank, majd a mi nehéz tankunk felmennek, aztán megpróbálják őket megállítani, bár páncélzatban nem is, de legalább HP-ban jobban bírják a dolgot, mint én. Hiába van 760 HP, mert ez mégsem egy nehéz tanknak az életereje. Sopp itt egy 85 hello bello, nekiállok bombázni a srácot, és laggol a replay, elnézést kérek. Szóval ahogy halad, igyekszem minél többet belepumpálni. Szerintem ez már a játék közben is valami ilyesmi szerver oldalilag volt, mert pirosan jelzett a lagjelző. Na mindegy, egy Cromwellt elvesztettünk, pedig még kevesebb másfél percet megy a meccs. Mindegy, talán azt a tél, ami szerint 85-t is sikerült kivégezni, mivel tovább jutnám, megúszta. Mindegy, középen az AR-44-ünk baromi egyedül van, ugye a TOC 2 14 km per órával nem fog odaérni, mielőtt az ellenség elkapja. Na mindegy, itt a mezőn nem nagyon látni közepes tankokat, mi van itt, KV-85-ot megölte a KV-2, illetve van ott még egy TOC 2, tehát itt a mezőn semmi nincs. Talán tüzérség valahol elbújva, de az nem fog ránk támadni, flankolni. Szóval lehet jönni és középről bombázni az ellenséges tankokat, mint ahogy ez a Jak Panther, illetve Hellcat teszi. Viszont nekem valamivel jobb a páncéltem, szóval ott egy Tiger 1, hello, meg is lőttem, és alapvetően gyorsabban töltök, mint ahogy célzok, de egy ekkora célpont ellen nem kell várakoznom, ki, hogyha nekiállok meglőni a városházát. A Landstopát lőttem, nem szakadt le sajnos, és nem tudom, hogy miért lagol ennyire ez a replay. Tényleg viszont 85-re pattantam, mégiscsak jobban páncélt az oldal, mint egy Tiger 1-esnek. Sikerült kigyújtani a MX-nek, igen. Ugye csapatását úgy jönni az, mint az enyém, de nem én voltam, aki kigyújtotta, hanem a kis tüzérünk. Hopp, egy TOC 2, annak már ijesztőbb az átütése, mondjuk a Tigerénél nem, de a Type 58-nál mindenképpen. Szóval, mire van még mit lőnünk? Foglalnak közben, ugye senki sem reszhet el, ezért kéne bejebb jönni és meglőni az ellenséges tankokat a bázisnál. Ott egy ár el, vagy helket valamit, az ár el sikert meglőnöm, következő célpont a helket lenne, ha rálátok. A VK-t találtam el, majdnem kivégeztem, a helyeket lenne az igazi célpont, sikerült, így nem tudjuk tartani a foglalási pontokat, tehát jelenleg ilyen egyél amennyit tudsz büffé, amíg rá nem mennek a hasamra. Szerencsére ennek a tagnak nem nagyon van haspáncélt, a TOC végül beütött, talán ő mert tudja, hogy hol kell engem lőnie. A Type 58-es beütött engem egyszer, igaz, hogy rosszul volt döntve a tankom, ugye kicsit függőlegesen látszott, ismét beütött engem a Type, mert tudja, hogy hol lő engem az a gyenge átütésű ágyújával. Még ő csak sikerült lepattintanom, és nekem nem sikerült beütnöm sajnos a torony frontját, de a TOC-ot esetleg még ki tudom végezni, ott is van. Foglalásra egyre nem kell laggódni. Jó van, MX közben segít a Type-val, az ágyúmenetét végül csak sikerült átütnöm. Lövegpajzs, elnézést. Szeretném nagyon kivégezni, ez egy átlagadt lövés volt, na még egyet. Pattant, és kisegített vele Csőri. Szóval, 35% igazából nem kéne itt berohannom, de ez már egyszerűen csak egy ilyen vérszomjú volt, hogy én akkor most bemegyek és lövök még tovább, viszont a T-29 engem figyel és opó. Igen, ezt láthattam volna, hogy ez lesz ebből. Na mindegy, nagyon jól állunk, 12-8 az állás, már csak két T-29 van, ugye a Heavy Tank bónusza az ellenségnek, illetve egy AR-44, mi baj történhetne? Nos, egyrészt az, hogy a T-25/2 az megy is lefejeli a T-29-et, a toronypáncélt átlőtte, és tényleg lefejeli. Tehát nem tudom, így nem tudod beütni srác, csak az alsó lemezét tudnád be a testét, a tornyát nem. Annyi a T-25/2-nk így elintézte magát a végére sajnos.
De van még itt egy full HP és KV2-nk, sajnos nem troll, hanem 105-esre, bár ki tudja, annak legalább jobb a DPM-je, jobban is tart, mint a 150-ben. Van még itt csőrünk, akit figyelni fogunk, illetve egy Akpancer 4, aki elszólt a lövését a T29-re, a T29-es elszólt a lövési tűre. Talán még egyszer meg tudnál lőni, mert ő meg a torony oldalát lövi, miért a fejét lövitek? KV2 rálát az eladó T29-re. Sajnos elhibázta a lövést, és most már tudják, hogy itt van. És alapvetően ez a T29, két T29 szakaszban játszanak, igen, szakaszban vannak. Nagyon megnehezítik a napunkat. Ez egy igazán izgalmas meccs így a végére, tehát ez most tényleg ki van egyensúlyozva azzal, hogy jobb tankokat kaptak, mint mi. De legalább nem teljesen egyoldalú az itt között. Az a KV2 megcsült a T29-et, és sikerült patintania. Nagyszerű. Eddig jól csinálja legalább ő. Viszont ugye felvillant a foglalás, a KV2-nek reagálnia kéne, hogy a másik T29 mindjárt itt lesz, hogy meglője. Valószínűleg. Elszúrta a lövést, vissza kéne vonulnia, őt belövik. És ott is van a másik T29, ahogy sejtettem. KV2-nk vesztett több mint 300 életerőt. A helyeket nagyon alacsony életerőm van, és nem nagyon akarja kisegíteni, illetve a V-kánknak halott a motorja, és alapvetően 105 millis habicer ágyúval játszik, szóval sok mindenre nem lehet tőle számítani sajnos. Bárki tudja, még azzal is lehet valamit sebeznie, ha eltalál dolgokat. Közelről kell menni ennyi. A KV2 padhelyzetben van, bár megsebezte azt a T29-et, szóval legalább ő már egylövéses, és itt van csőrje, hogy flankolni próbál. Elszúrta a lövését sajnos, T29 most lehet felfigyelt rá. Mert még egyelőre nem fordult rá, most újra tölt, akkor ki kéne végezni azt a 41 HP-s tankot. Elterelik a figyelmét, neki pedig el kéne csípnie. És ismét mellé, ugye ennek a tanknak nincsen semmiféle splash-e. A T29 most tudja, hogy vigyáznia kell a hátával. Háta felől. KV2 figyeli, hogy esetleg megelőlete valamit. Csőrik azban pozíciót vált, másik oldalról próbálja megközelíteni a helyzetet. Itt vagyunk mindannyian egy kupacban, és a VK-t éppen flankolja a T29. Az ammo rekét is elvesztette, illetve most már lövésze sincs. Lehet, hogy az addig se volt. Talán van kritikusokkal ez a szerencsétlen tank. H2 az fogalmas sincs, hogy mit kell csinálni. A T29 pedig megflankolta a KV2-t és a H2-et. Szóval a T29-nek beáldozott. Kivégezték ketten. Viszont megérkezett Csőri. Talán végre ki tudja, igen, elkapta a 41 HP-sat, szóval most már csak egy ARA van, nem tudjuk, hogy hol, egy időben már nem jelentkezett, hogy mi is van vele. Illetve az a 400 HP környéki kávé, T29. Nekünk csak a VK-nk van, ami tele van kritikus találatokkal, illetve a 0 HP-s helyeket, aki teljesen be van pánikolva, és nem tudja, hogy mit kéne csinálnia. Flankolás sem jut az eszébe, pedig a helyeket az egy alap dolog. Gyönyörű találat, 75 életerő. Ugye, mire lehetett volna számítani? A helyeket legalább megcsípte a T29-et, 100 életereje maradt. Szóval, VK arrébb megy. Szerintem csőri lesz ez a kill, hogyha hátba tudja lőni. Ott érkezik, mint egy LC, amíg olyan sebességgel és olyan távolságban is fogja meglőni. Mellé lőtt, és ez a helyeket életébe került. Na de most talán gyorsan betölt esetleg. Mellé állt közelről. Gyerünk már. A VK pattant, T29 elszúrta és Csőri kivégezte. Már csak egy ARA van valahol. Szóval 2-1 ellen. Foglalásnak nincs értelme, itt nem lehet gyorsan foglalni, és amúgy is ott van az ARL. Szerintem nem találta el Csőri, túl gyors. Még stílusos kis ugratást is beletett a dologba. Szóval a VK-nak egyedül kell majd küzdeni az ARL-lel. Csőrinek ugye itt a hatalmas előnye, van még 6 perc a meccsből, szóval ez legalább nem egy olyan ütközet, ahol gyorsan véget ér a meccs, és emiatt kéne elsietni a dolgokat. Ráérünk mindenre. Az FPL pedig ugye megvan a sebesség, amivel gyorsan helyzetet tud változtatni. Az ARL-t úgy láttuk, hogy megy befele tovább a városba, a VK fele. Tok 2 közben rage-el valami miatt, szóval az FPL belemehet középre, és hát, hogyha hátba tudja támadni az ARL-t. Akinek egyébként 200 valamennyi HP-ja volt, hogyha jól emlékszem. Hogyha nem a frontját lőjük meg, akkor akár át is tudjuk ütni ezzel a kis ágyúval, vagy legalább valami durvát belesülözni, mert nincsen páncél, csak a frontján annak a francia tanknak. Olyan, mint egy brit tank igazából. Érdekes dizájn. Szóval. Megvan a spot.
bár nem a VK miatt, hanem Csőri volt, aki spottolt. Nem talált sajnos, csak a port verte fel. 123 életerőm van egyébként. Hogyha a VK idejönné és sökbe lőné, akkor még rendesen meg is tudná ölni a 105-ös ágyújával. Ott van. Az ára ugye most két tűz között van, nem tudja, hogy merre kéne figyelni, hogy hát igazából rá kéne esni valamelyik célpontra, de egyszerűen ugye csak egyfelé tudja forgatni a tornyát. A VK letankolt egy lövést, ezután pedig mellé lőtt, vagy lepattant a tornyáról, lehet, hogy normál lehasználja az AP-t, lehet, hogy egy AP-t a HE ágyút. Nem tudja. Na mindegy, az árát pedig végül kivégezte Csőri. Győzelem, lehozta a meccset alapvetően. Szép munka.